cantenos indo fuere, ubi sunt qui antenos indo fuere, adeas ad inferos, transeas ad superos, osi vis videre, osi vis videre. Sempre sin flore, sempre sin flore.
tisztelt vendégeink, igazgató úr, tanári kar, diákok, kedves szülők, barátok, ismerősök! Szeretném önöknek bemutatni, illetve köszönteni a Komáromi Selye János Gimnázium 117 végzős ballagó diákját és az osztályfőnököket. Oktávó N. osztály, osztályfőnök dr. Horváth Fél Szilvia tanárnő és a 8 osztályos gimnázium 21 diákja. Negyedik A. osztály, osztályfőnök Elek József tanár úr, a gimnáziumtól 23 diákja búcsúzik. Negyedik B. osztály, osztályfőnök Fekete Judit tanárnő, az osztálylétszám 29. A negyedik C. osztályfőnöke Tóth Éva tanárnő, 24 diákja áll most önök előtt. És végül a negyedik D. 20 fiatalja búcsúzik iskolájától és osztályfőnökétől, Szüllő Lívia tanárnőtől. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Juhász György urat, a Selye János Egyetem rektorát. Keszek Béla urat, Komárom polgármesterét. Ipót Szilárd doktor urat, aki iskolánk volt igazgatójának, az Ipót díj létrehozójának fiaként képviseli édesapját, dr. Ipót Barnabást. Szabó Árpád mérnök urat, a Királypüspök Alapítvány elnökét, és Cifra György mérnök urat, az alapítvány kuratóriumának tagját. Dr. Bastanák Tibor urat, a Klapka György Sportklub elnökét. Langsárd István mérnök urat, a Komáromi Magyar Gimnázium öreg diákjai és tanárai baráti körének elnökét. Szeretettel köszöntjük Hanuliak Ildikó mérnöknőt és dr. Balog Enikőt. Valamint Boros Annát, a szülői munkaközösség elnökét. Adi Endre, üzenet egykori iskolába. Július volt. Újjunk túl, nincs tovább. Most gyertek, szabad menni, örömök, s pusztuljatok, vilincses iskolák. De elcsitult a jókedve förgetek, s helyére ült a döbbent némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ó, ifjúi szent megjózanodás, komoly, nagy fény, hős férfiú szerep. Emléketek ma is, milyen csodás. Hősharc az élet, és megélni szép, ha hozzáedzik tüzes szívkohók, ifjú vitézlők lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, s Szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt mindig hozzám víg üzeneted. Táplálta tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűn állni meg Isten s ember előtt. Június van, és nagyon magam vagyok. És kísértelek éltem árnyai, s az elbocsátó iskolapadok. És én diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm a mindig újakat. Föl, fiú, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ. Ha az ember az marad, ami volt. Nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Kezdjétek el élni,
hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába. Ribacsok színészek, az élet a tétek, minek őre menni? Kezdjetek nevetni. Egy előírt ötvözet helyett csodálatos mozaikká váltunk. Különböző emberek eltérő hittel, más-más vágyak, egyedi remények, egyéni álmok. Megcsináltuk, elvégeztük a Selye János gimnáziumot. Ezen a péntek 13-án átvesszük tőletek a stafétát, bármennyire is nem akaródzik. Nehéz lesz utánatok végzősnek lenni. Ilyen összetartó, pezsgő és kópé évfolyam ritkán adatik egy középiskola életében, mint a tiétek. Egy szempillantás alatt elrepült ez a 4 vagy 8 év. Volt sok öröm, időnként bánat is, de bárhogy is éreztük magunkat, ez az intézmény, ez az épület mindig a biztonságot jelentette számunkra. A pillanat bizonytalansága még fontosabbá teszi a pillanat megélését. Mondja egy japán szerzetes. Kapaszkodjunk bele a mostba, élvezzük az időt, amit még együtt tölthetünk. Tisztelt rektor úr, polgármester úr, tisztelt elnökasszony, elnök urak, tisztelt szülők, nagyszülők, tisztelt tanári kar, kedves barlagó diákok, tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Kedves negyedikes diákok! Ne felejtjétek a fény talán legfontosabb üzenetét, hogy nem minden olyan csillogó, ahogy kívülről látszik. A könnyű siker, a hirtelen jött sztárság, tiszavirág életű, ha nincs mögötte munka, áldozat és harc. A tehetség adomány, de szorgalom, kitartás, önbizalom nélkül teher. Nem mindenkiből lesz tudós ember, vagy éppen híres személyiség. De mindenképpen tudnunk kell, hogy valamilyen formában mindenki kiemelkedik a sokaságból. Megtapasztaltuk a koronavírus járvány negatív hatásait, és már 79. napja zajlik a szomszédban az orosz-ukrán háború, a putyini agresszió. A világ minden részén múltról és jövőről gondolkodó emberek érzik, korszakváltásban élünk. 1802-ben, amikor a bencések újra indítják a bencés gimnáziumot itt Komáromban is, 1 milliárd ember él a Földön, ma közel 8 milliárd. Jó hír vagy rossz hír, a 21. század problémáira, kihívásaira nektek kell majd válaszolni, idő lesz bőven, hisz 70 vagy 75 évesen mentek majd nyugdíjba. Az elkövetkező 5-10 évben dől el, hogy milyen Európában is fogunk élni. Milyen is lesz az Európai Unió, és kedves negyedikesek, higgyétek el, az ukránok értünk is harcolnak. De figyelmetekbe ajánlok egy régi kínai történetet. Elő volt egy japán, most jön egy kínai. Egyszer a tanítványok megkérdezték mesterüket. Mester, meddig kell még nekünk arra várnunk, hogy jobb legyen? A mester körbenéz és szól. Fiaim, még nagyon sokáig, hogyha csak vártok. Kedves negyedikesek, várakozás helyett tessék majd keményen dolgozni. Nem a múlton kell rágódni, nem folyamatosan félrevert harangok zajában élni, hanem a jelent és a jövőt kell építeni. Kedves negyedikes diákok, kívánom, legyetek szerencsések, egészségesek, vállaljatok gyermeket, mert gyermek nélkül nincs Szlovákia magyar jövő, nincs magyar iskola, és bármi is történjen, próbáljatok józan karaszti ésszel, pozitívan gondolkodni, és kívánom, hogy a győztesek közé tartozzatok. Kívánom, hogy sokszor találkozzatok, és 2072-ben egészségesen, boldogan vegyétek át majd az arany maturát is. Pár éve Böjte Csaba atya volt a Selye János gimnázium vendége. Végezetül az ő gondolatát idézem. A sötétség ellen nem lehet küzdeni. Világosságot kell gyújtani.
A legkisebb gyertya fénye is megtöri a sötétséget. Kedves Erikes Balagó diákok, kívánom, hogy sokáig égő, fényes gyertyái legyetek a szlovákiai, a felvidéki magyarságnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt igazgató úr, tisztelt tanári kar, kedves Balagó diákok, tisztelt szülők, hölgyeim és uraim! A siker nem döntő, a kudarc nem végzetes. A bátorság, hogy folytasd, ez az, ami számít. Elsőként az igazgatói dicséretben részesülő diákok következnek. Kitűnő tanulmányi előmenetelt, a tantárgyi versenyekben kimagasló eredményeket elért igazgatói dicséretben részesülő diákok, az Octavo N-ből Banga Roland, Simonics Bence és Kucsora Vivien. A negyedik A osztályból Blahovic Zoltán, Szalai Mátyás, Téglás Panna. A negyedik B osztályból Puharéka, Szendi Emese, Mikulec Amina. A negyedik C-ből kérem Vermes Boglárkát és Zalka Virágot, hogy fáradjanak ki, és a negyedik D-ből Kalmár Annabellát. Az Octavo N-ből Simonics Bence, a negyedik A-ból Farkas Zsolt Marcell, a negyedik B-ből Gyumbier Izabella, a negyedik C-osztályból Vermes Boglárka, a negyedik D-ből pedig Veres Emese Fanni. Fáradjatok ki! Iskolánk legsikeresebb sportoló fiatalembere a negyedik D-osztályból került ki. Ő Pati Nagy Simon. A legsportosabb ifjú hölgy szintén a negyedik D-ből jön ide elénk, ő pedig Kalmár Annabella. És idén a sportteréről van még egy díjazottunk. Az ifjú sporttehetség díját az a fiatal kapja, aki több sportágban is kitűnt tehetségével, rátermettségével. A negyedik B-ből szólítom Puharékát. A negyedik A-ból két ipótdíjasunk van, Téglás Panna és Szalai Mátyás, illetve az Octavo-ból szólítom Simonics Bencét. A Rotary Klubnak, illetve Ollári Viktor mérnök úrnak köszönhetően évente Rotary díjjal jutalmazhatunk egy a kultúra, az anyanyelv ápolása terén kimagasló eredményeket elér diákot. Az idei díjazott kitűnő eredményeket ért el az Implom József helyesírási verseny országos fordulóiban. A Gimis darabjában gyönyörködhettünk tisztán csengő énekhangjában. Színészi teljesítményében nem egy magyar tanár magára ismerhetett. Illetve pár perce az ünnepi beszédekor kulturált nyelvhasználatát is élvezhettük. A Rotary díjat idén Zalka Virág negyedik C-osztályos diák kapja. Megkérem igazgatóra adják a díjat. Szívből gratulálom! Több év kényszer kihagyás után idén ismét megjutalmazzuk amatőr diák színjátszóink egyikét a Kaszás Attila díjjal. Az idei díjazott nevét mindjárt elárulja nekünk a Gimis vezetője, rendezője, Bajkai Csengel Mónika. Kérem, fáradjon ide! Soy el hombre muy honrado. Én egy őszinte ember vagyok. Minden ezzel kezdődött. Bocsánat. Jött egy kis Gimis, aki első látásra érettebb, okosabb, muzikálisabb volt a többieknél. Hölgyeim és uraim, a 2021-22-es év a Kaszás Attila díjasa, a leghosszabb idei gimiszező diák, Banga Roland. A
díjat átadja Hanuljak Ildikó mérnöknő, és dr. Balog Enikő iskolánk volt diákja, Paraszti István volt osztálytársa. Az idei díjazott Szalai Mátyás. Megkérem Szántó Anna elnököt, hogy adja át a dögdíjat, fáradjon ki a diáktársai elé, Mikulec Amina a 4. B-ből, illetve Hübs Dominik az oktávóból. Idén második alkalommal kerül kiosztásra az ifjú technikus díj, mely már a címében is nagyon beszédes. Megkérem igazgató urat és Nagy András tanár urat, fejezzék ki elismerésüket iskolánk ifjú technikus díjazottjának, Kontra Martin Robertnek. Megkérem Boros Annát, a szülői munkaközösség elnökét, hogy adja át a díját Száraz Viktóriának a 4. C-ből, illetve Kockás Eszternek a 4. D-ből. Az igazgató úr idén új hagyományt szeretne teremteni azzal, hogy egy kis ajándékcsomaggal, illetve elismerő, őszinte készfogással kifejezze azoknak a szülőknek a köszönetét, akik hosszú éveken keresztül anyagilag, erkölcsileg támogatták iskolánkat és gyermekeik, sőt a családból akár több generáció is a Selye János Gimnázium diákja volt. Átadom a szót igazgató úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt vendégeink, kedves diákok, kedves szülők! Minden kedves szülőnek köszönöm, hogy a Sajnos Gimnáziumot választotta 4, illetve 8 éve ezelőtt, de pénz nélkül sajnos a rendszerek nem működnek. Erkölcsileg, anyagilag is támogatnak bennünket. Egy hagyományt szeretnék teremteni. 3 olyan szülőt választottam idén, akiknek legalább 2 gyermeke érettségizett, vagy idén érettségizik. A családjuk jelentős része itt tanult, illetve ők is itt tanultak. Először megkérném egyik kedves apukát, másik lány érettségizik itt az iskolában, ő is itt érettségizett az iskolában, nagybátyja az iskola igazgatója volt, testvére város polgármestereként az iskola a diákja volt, és szeretném megköszönni, hogy elmúlt 4-6 évben mindig számítottam rá, megkérném Keszek Zsoltot, fáradjon ki a nézők elé. És folytatnám a sort. A másik díjazott, szintén itt érettségizett, osztálytársak voltunk, 35 éve érettségiztünk, dúsabb haja, kicsit soványabbak voltunk, édesapja volt a gimnázium igazgatója, 2 lánya érettségizett itt, a huga is, nagyon sokan a családból, úgyhogy megkérném dr. Ipó Szilárdot, fáradjon ki, és nagyon szépen köszönöm neki a segítséget. Mi jóba vagyunk, és egyébként jelzem, nagyon gyakran élünk egy sör mellé, ez csak érettség után érvényes, úgyhogy mindenkinek kellemes szórakozás, mert érettség után. És a harmadik szülő, akinek szeretném megköszönni, 2 fia érettségizett a gimnáziumban, egyik a 8 éves gimnáziumban. Igaz, ő neki van egy kis handicapje, nem itt érettségizett a kedves apuka, de felesége, apukája, nagybátyja, az egész család ide járt gimnáziumban. És az elmúlt 20 évben, szeretném most ezt megköszönni, nagyon sok fejlesztést végeztünk a gimnáziumban, múltkor utána számoltunk, 2,5-3 millió euró értékben fejlesztettünk a gimnáziumban, nagyon sok mindent. Ő akkor különböző funkcióban volt, és mindig segített. Szeretném megköszönni dr. Bastanát Tibornak az elmúlt 20 évben nyújtott segítséget. Tibor, parancsolj!
köszöntjük a diákokat, és a nyelvet, hogy nagyon sok diákok nem komáros, gondolom, hogy komáros, hogy köszönöm szépen, igazgató, kedves diákok, pedagógusok! Egyrészt nagy öröm számomra, hogy az elmúlt években visszatekintek. Két évvel ezelőtt a idősödik unokahúgom ballagott volna, hogyha hallottatok volna. Tavaly már találkoztunk a diákokkal, de akkor még nem láttuk az arcukon azokat az érzéseket, azokat a érzelmeket. Hát az eljöttük akkor a platformon a maszkot rajta. Azok a szerencsések vannak, akik tényleg maszkot elhagyva, közösen énekelve, megélve a búzkodásnak a fájdalmát, a törnét, kiveltek. A búcsúzás inkább a visszatekintésről szól, de azt gondolom, hogy így feladtuk izgalmakra, hiszen új ajtók nyílnak meg előttetek, kibúztok sokfele a világba, és új barátokat szeretnék költelezni a dolgokat, és ez is egy nagyon kellemes érzés. Arra bíztatok benneteket, hogy ebből az elmúlt 4 évből, amíg megértékeztük, hogy vigyázzunk. Támogatok őké, hogy nagyon fontos a dolgokítás, mert a gimnázium maradt, de egyik legfontosabb dolog a barátság, a kapcsolatok, amit legyünk tovább, ez út hazámba visszavisz, Filiszter leszek magam is. Tovább, 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 elúl csúcsokra cingolát. Szép emléket szállj!